December 3-án pénteken este tartották a Kecskeméti Református Gimnázium szalagavató ünnepségét. A szalagavatót a gimnázium sportcsarnokában Varga Nándor, az igazgatótanács elnöke nyitotta meg. Majd az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Szenes Mártonné Duruc Anna többek között arról beszélt, hogy több százan fogtak össze azért, hogy a pandémia közepén meg lehessen tartani a rendezvényt. Ezután a 11. évfolyam ünnepi köszöntője következett, majd megtörtént a szalagok feltűzése. Az estét az öt végzős osztály, vagyis a mintegy 150 diák tánca zárta. A látványos bemutatók idén is hatalmas sikert arattak.